comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet, az a zsandáromat, ami egy újabb Sims rész lenne, és elkezdünk végre játszani Daisyvel és Lorennel, hogy megvalósítsuk Loren álmát, és ennyi. A házat egy kicsit átalakítottam, mivel ugye Daisynek kellenek pár cuccok, azért vettem neki labdát, ilyen kis játéktartót, kajautomatát, ilyen kis ágyacskát. Lorennek pedig vettem egy laptopot, egy research and debate skillhez, vagyis ilyen vitatkozás skillhez szükséges dolgot, számítógépet, és egy nagyon jó ágyat, de majd úgyis kollégiumba fogunk menni, szóval ezek igazából nem is kellenek, de mindegy. Beállítottam, hogy 15 000-ről kezdjek, ami remélhetőleg az egyetem során kitart, mivel ugye az egyetemen nem fogunk még dolgozni, és vagyon túl kell élnünk a pénzből, szóval remélhetőleg ez kitart. És igen, ennyi az alap kis csalásom, de a fürdőszobán nem változtattam, se a konyhán, szóval ugyanolyan béna cuccok vannak, és majd amikor elvégeztük az egyetemet egyszer, akkor majd a kis munkából meg fog tudni élni szerintem Loren, de akkor szerintem jelentkezzünk is egyetemre, egy kicsit játszottam Daisyvel, hogy jó hangulatban legyenek, mindketten kis barátok, meg ilyenek. Ja, meg kint vettem ilyen tréninges részt, hogy Daisy ne csak ilyen cuki legyen, hanem okos is, és oké, el is ment a jelentkezésünk, és akkor szerintem nézzünk egy olyat, hogy a logikára keressünk. Mert az mindig jól jön. És ugye ez a research and debate, vagyis hát én most vitatkozásnak fogom hívni, vagy ilyen érvelésnek, akkor kell a 3-as szint, hogy megkapjuk a kis dolgainkat. És utána ugye jelentkezni kell az egyetemre is, ami hát már ugye elküldtük a jelentkezésünket, reméljük, hogy el is fogadják, és Daisy még itt el van. Amúgy gondolkoztam, hogy legyen a Daisy mellé még egy kutyus, és lehet, hogy fogadni fogok örökbe majd Lorennel, de ja, ezt még majd meglátjuk, hogy hogyan jövünk ki. Ó, jönnek köszönteni! Hello! Sziasztok, öregek! Jó titeket látni! Oké, akkor... egy fiú! Ramisten! Te bejöhetsz! A Csajsi is bejöhet. Akkor jöjjön be mindenki, barátkozzunk! Mondom, hívd be Loren! Mindenkit hívjál be! Uramisten, mennyien vagyunk! Jézusom! Sziasztok! Hát... az idős házas párral most nem annyira szívesen barátkoznék, bocsánat. De, igen, te ki vagy. Lily. Oké, köszönjük meg, hogy eljött, és igazából barátkozzunk vele, és Cameron Fletcherrel rosszba van. Hát ez nem annyira jó. De akkor most beszélgessetek. Oké, mondjuk viccet is, még egyszer köszönjük meg, hogy eljött, mindent csinálunk. Egyedül szeret lenni, akkor miért vagy itt, haverom? Még több ember! Sziasztok! Mindenkit behívok, mindenkivel barátkozom. Úram Isten, egy kis parti lesz itt a lakásban. A csaj nagyon fennhordja az orrát, szóval kérdezzük meg, hogy egyáltalán mit akarsz itt. Vagy hát, hogy mit dolgozik. Nem dolgozik semmit? Micsoda? Beszélgessünk a világ békéről, kérdezzük meg a diplomáját, hát ha olyasmi, ami nekünk jól jön. Art history. Művészettöri. Hát az most nekünk annyira nem jó. És miért használod a gépemet? Hát a számlánkon ez így nem lesz jó. Kérdezzük meg Lilit, hogy mit dolgozik, és a diplomájáról is kérdezzünk. Gonoszság? Hát ez annyira nem jön be. Nézzük meg, ki is volt? Cameron? Cameron, te mit tanulsz? Computer science! Na, ő már egy kicsit közelebb áll hozzánk.
Akkor még van ez a Lily Fang, aki hát nem tudom, hogy... De nem szabad első ránézésre ítélni embereket, szóval... Egy kicsit barátkozzunk vele is. Nem a politikáról, nem beszélgetünk, köszönjük szépen. Mindenki milyen rosszban vannak. Mi neki nincsen? Ő nem tanul. Ugye nem tudom megkérdezni. Szió! Uramisten, hát akkor jó, van mire fennköltened, de szerintem elég is volt mára. Sziasztok! Ezt viszont rakjuk el a hűtőnybe. És ezt eltelítjük 3 órára, mert Daisy szerintem már éhes lesz. És ti nem akartok amúgy így elmenni? Bocsi. Elnézést. Nem úgy volt, hogy ti elmentek? Hehe, szomszéd? Ja, akkor menjetek, sziasztok. Pa-pa. Most te beragadtál, vagy te most mit csinálsz, haver? Ó, te is menjél. Szia. Szerintem ő beakadt. Mindegy. Addig jelentkezzünk ilyen ösztöndíjakra. Ez a Bright Chester Resident. Oké. Ez jöhet. Igazából mindkettőre szeretnék, hát ha megkapjuk az egyiket. Elvihetnénk mondjuk Daisy-t sétálni valahova, vagy hát elutazni egy kicsit. Hát ha akkor a szín normális lesz. De szerintem menjünk... ezt szerettem volna megnézni, mert ezen is gondolkodtam, hogy majd ebbe fogok menni, ha felveszik Laurent. Szóval szeretném ezt megnézni. Kopogjunk be. Nem tudom, ki lakik itt. Oh, hello. Hát ez egy kicsit menő. Ki vagy? Nincsenek itt emberek. Na mindegy, szerintem ide fogok jönni, mert ez sokkal jobban néz ki, mint akkor lesz. És... Hol vagyunk? Amúgy. Körbenézhetnék. Mondjuk... Beülhetnék valami... tanfolyamra. És tanulhatnék... tréninget. Gyerünk, Loren. És elloptunk egy könyvet? Az úgy szupika. Nem baj, Loren. Büszke vagyok rád. Okés. Ezt egyszer ne olvasd már. Oké, itt van. Na, viszont amúgy nagyon halad az időnk, és nem tudom, hogy mennyire állunk jól az application-nel, hogy felvegyenek az egyetemre. Okés. Ja, ez nem is az. Mi van itt? Ja, tényleg erről mondták azt, hogy mindjárt vége egy óra múlva. De mindegy, menjünk haza, mert Daisy biztos hiányol már minket. Igen, elfelejtettem Daisy-t elhozni, pedig azért jöttem ide, hogy Daisy-vel sétáljak. Na mindegy. Remélem, hogy ez a csaj... Oké, eltűnt. Nagyon jó. Akkor... Még mindig nem rakta ki a kaját Daisy-nek. Na mindegy. Valamit főzzünk. Ugye hát most igazából csak összedobok egy salit neki. Vagy hát magának dobja össze. Beszéd. De ezt a részt addig szeretném kihúzni, ameddig el nem döntik, hogy felvesznek-e egyetemre, avagy sem. És utána akkor be is fejezem. De menjünk aludni majd. És remélem, hogy Daisy is alszik a kis helyén. Nagyon okos, nagyon jó. Szerintem nagyon édes lett amúgy a kutya. Aztán elmentünk fürdeni, pisilni, és utána... Nem tudom, mi az, hogy methodologies, de most erre fogunk rákeresni. Hogy egy kicsit tanuljunk erről is, hogyha vitatkozni fogunk, vagy érvelni, akkor tudjunk érveket felsorakoztatni. És mivel kell ez a skill a ilyen célomhoz,
Szóval igen, hajrá Loren, tanulj sokat. Tanulj sokat, tanulj sokat. Remélem, reggel már megkapom a kis beutalómat az egyetemre. Hogy hát nem is tudom mi ez. Ó, kettesek vagyunk. Nagyon jó. Aztán utána egyél egy picit, miután végeztél ezzel az utána nézéssel, és szerintem a logikát azt nézhetnénk. Őszintén nem tudom, hogy most mire kerestem. Hát, nem baj, nem baj. Ó, az első hó. Tavasszal? Oké, rendben. Daisy, remélem jól vagy, mert most eléggé össze-vissza futkálzik. Ó, oké. Jaj, hát hogy alszik, Istenem. Nem jött még mindig posta? Hej. Nem, még mindig nem. Mindegy. Hármasak vagyunk, nagyon jó. És mit kaptunk, hogy mit tudunk csinálni? Oké. Jó. Aztán Daisyvel is egy kicsit kéne foglalkoznunk, mert eléggé nem foglalkoztunk. És szerintem kérjük meg, hogy végezze el a dolgát, ami nagyon jó lenne. Ha megtanulná, hogy csak is kint végezzük el a dolgunkat, meg tudom dicsérni? Nem tudom megdicsérni. De kicsit barátkozzunk vele. Nincsen kukánk? Ja, csak itt van kuka. Ja, meg azt hiszem, igen, ott is van kukánk. Jó, mindegy. Daisy, nagyon kis aranyos vagy, és szerintem elmehetnénk kalandozni együtt. El is mentek. Uha. Megyünk a Lighthouse-hoz. Ja. Most komolyan azért nem mentünk oda, mert egyes emberek szerint szellemkutya van ott. Értem. Ja, de elmentünk. Oké, bementünk az ilyen centrumba. Oké, hát akkor ez nagyon jó kaland volt. Folytathassuk, te jó Isten, mit csinálok? Szóval folytathatjuk az utána keresés dolgokat. Megjött. Vajon? Ez az! Felvettek! Na, akkor én ugye biológiára szeretnék menni, szóval a Bright Chesterbe kell mennem. Oké, Distinguished Degrees. Bár a BIOS az nem olyan. Basszus, azt nem néztem meg. Nem, biztos nem, ha csak így degrees-ből van kírva, nem? Jaj, basszus, nem tudom. Miért sírsz? Mert felvettek? Olyan Isten! Ja igen, lehetett volna Distinguished-ből is, de nem baj. Elmegyünk a sima BIOS-ra. Ugye lehet elmenni. Oké. Vagy most simán enrollholhat... Simán beiratkozhattam volna enélkül is? Igen, ez kell nekem. És három classes, és az optional-t az beválasztja? Core and... ezt is. Oké, nagyon jó. Akkor viszont szeretnék tanulni... Csak ilyen bénákat lehet? Hát szerettem volna tanulni valami ilyen állatosat, de hát nem tudok tanulni, sajnos.
Nem tudom, hogy miért, de nem baj. Szóval akkor tanulni fogunk, mondjuk... Jó, a főzés, vagy ne, inkább békeljünk. A sütéshez legyen egy kis dolgunk. Mi at home? Azért nem mehetek el ilyenbe, mert kutyám van. Na jó. Mindegy. Mindegy. Csináljuk. Oké. Jó. Akkor szerintem a következő részben el is kezdjük végre az egyetemet itthon. De akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő gameplayben találkozunk. Addig is. Sziasztok!